Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőit. Javában már zajlik itt Székesfehérváron az előkészülete a koronázási ünnepi játékoknak, a szertartás játéknak és magának a székesfehérvári királyi napoknak. Ahogy azt megszokhatták itt az elmúlt napokban, igyekszünk sok-sok érdekes, színes riporttal, információval minél többet elárulni önöknek az augusztusi program kavalkádról. És köszöntöm sok szeretettel Hirtling István színművészt. Szép napot mindenkinek! A koronázási szertartás játékok 5. éve kerül megrendezésre Székesfehérváron. Ez az 5 éves évforduló, talán mondhatjuk azt, hogy egy ilyen vízválasztó is. Hogy látja ön? Talán az egyik csúcspontja az elmúlt 5 évnek, illetve hát mondhatjuk azt, hogy az 5 év koronázása, ez a jubileumi évforduló. Ugye Béla király, harmadik Béla király történetét elevenítjük föl idén augusztusban, és az alcíme ugye a mostani koronázási szertartás játéknak, hogy az aranykor trónusán. Ez nem véletlen, hiszen harmadik Béla munkássága és uralkodása az egyik fényes oldala a magyar történelemnek. Ugye létrehozta a Párbeszédet kelet és nyugat között, fantasztikus, mai szóval élve fejlesztéseket, rendkívül innovatív államgépezetet működtetett, bevezette az írásbeliséget, és rengeteg olyan intézkedés fűződik a nevéhez, ami, mint mondtam, szóval mai szóval élve, szóval nagyon-nagyon innovatív volt, és rendkívül kreatív uralkodója volt az országnak. És egy ilyen nyugalmi időszaka volt ez az országnak tulajdonképpen. Talán a történetírás ezért bánik kisé mostohán az uralkodásának 24 évével. Ugye egy sikeres uralkodást sokkal nehezebb oly színesen bemutatni, mint hogyha botrányoktól és összeesküvésektől és mindenféle államcsinyektől tarkított időszakot kéne föltárni. De hát ez minket nem riaszt vissza, mert éppen elég színes az ő élettörténete, és az uralkodásának bizonyos momentumai kifejezetten színpadra, vagy hát szóval drámai közegbe is feldolgozhatóvá emelik az ő életmeséjét, élettörténetét, úgyhogy ha csak egyetlen egy momentumot emelek ki, ahogy az édesanyját börtönbe kényszeríti az összeesküvés, az ő ellene készülő összeesküvést felszámolandó például. Hát ez ilyen apróságokból születtek már drámai, színpadi művek, úgyhogy harmadik Béla élete is bővelkedik olyan eseményekben, ami alapul szolgálhatna egy kiváló darab bemutatására. Ugye korábban Szikora Jánossal is beszélgettünk, hogy az idei esztendő lesz az, amikor igazán így a színjátszás irányába még jobban el tud menni a történet. Mondjuk, hogyha megnézzük, hogy az első alkalommal Istvánnak 3 akaromba kellett belesűrítenie és a játékába mindazt, amit meg tudott mutatni, addig azért önnek a szövegkönyve sokkal vaskosabb lesz, hogyha jól tudom. Igen. De ez köszönhető annak is, ugye harmadik Bélától származik az írásbeliség, tehát a történeti feljegyzések, és minden állami, a kormányzásra szükséges intézkedések ebben az ő uralkodása alatt kerülnek lejegyzésre. Ugye az ő korában tevékenykedik Anonymous, akiről ugye nem tudunk semmit, de bőséges információ áradatot hagyott az utókor számára. Így aztán
ennek köszönhetően végtelen a tárháza a lejegyzett adatoknak, eseményeknek, és hát ez éppen elegendő alapanyag arra, hogy ebből Matúz János és Szikora János kedvére szemezgethetett, és állíthatta össze a mostani szertartás játéknak a drámai alapanyagát. Ugye ez korábban csak például István esetében a történeti leírások, vagy feljegyzések, emlékek felelevenítésére szorítkozott, hogy hogy zajlott egy király koronázás, ami persze ez is ugye későbbi időszakokban került lejegyzésre, tehát nem tudhatjuk, hogy pont akkor, pont ott ez hogy zajlott. Sejtéseink vannak és bizonytalan információk. Amikor megérkezett önhöz a felkérés, akkor mi volt az, ami először elgondolkodtatta, vagy milyen érzés fogalmazódott meg? Ugye István királyt játszottam Szörényi Levente Bródi és Bódizsár Miklós darabjában, az István a királyban. És akkor ugye nagyon sokat foglalkoztunk az államisággal, a korral, a törvények hatásával, a István király személyiségével. Most amikor harmadik Bélára fölkért Szikora János, hogy szeretné, hogyha én jelennék meg harmadik Bélaként, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy ugye a magyar történelmek ennek a korai időszakában a második tulajdonképpen legfényesebb uralkodóját legszínesebb uralkodóját kell megformálni. És egy nagyon bonyolult személyiség, ugye, aki fiatal korában Bizáncban nevelkedik, és ott készül föl az országlásra, de nem is azért, hogy Magyarország ura legyen, hanem egyszerűen a bizánci császár utódját látta ő benne, de aztán máshogy alakult a bizánci udvar élete, és ő haza jött, haza küldte a bizánci császár, hogy itt szilárdítsa meg Európa közepén a keresztény kultúrát, illetve hát a keleti és nyugati kultúra közti tulajdonképpen, hogy is mondjam, csak védőbástya volt, vagy legjelentősebb uralkodója volt ugye korának. Hát olyan állami bevételeket produkált harmadik Béla, ami párját ritkította abban az időben Európában, és rengeteg olyan intézkedést vezetett be, ami nem csak a kornak megfelelő egyeduralkodói karaktert erősíti, illetve láttatja velünk későbbi szemlélőkkel, hanem egy nagyon komoly államgépezetet hozott létre, nagyon komoly pénzügyi rendszert vezetett be, ami aztán ugye hát az európai, hogy mondjam csak, létünknek a megszilárdulását és jelentőségét biztosította. Most egy ilyen karaktert megszemélyesíteni, ugye itt a szertartási játékokon nem is annyira a drámai momentumok a fontosak, hanem maguk az események, hogy ez hogy jött létre, és így tovább. De azért ezen belül mégiscsak nekünk színházi embereknek lehetőségünk és kötelességünk is a karakterek személyességét és személyes motivációit valahogy érvényre juttatni, és ezen keresztül befogadhatóvá tenni a néző számára, hogy ne csak egy történelmi tablót láthasson a produkció során, hanem kapjon némi ízt, kapjon némi képet arról, hogy mi szerintünk milyen lehetett harmadik Béla. Természetesen a mi képünk sem lesz teljesen hiteles, a mi képünk sem lesz történeti, mondjuk igazodási pont, ugye nyilvánvaló, hogy nem fognak ránk hivatkozni későbbi
történetírók vagy történelemmel foglalkozó kutatók, de egy biztos, hogy egy nagyon egyedi és egy nagyon, törekszünk rá, egy nagyon személyes megközelítést tárjunk a nézők elé. Harmadik Béla esetében is. De talán nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy azért minden egyes szertartás játék során egy kicsit élővé tették a történelmet, és közelebb hozták az emberekhez a történelmet, a múltunkat, a hagyományainkat. Igen, én nem olyan régen hallottam, hogy egy család gyermeke, látva a korábbi évek szertartás játékait, annyira nagy hatással volt rá ez az élmény, ez az élmény sorozat, ugye most már így kell fogalmazni, hogy ő egyetemi tanulmányaiban történelmi szakot választotta. És ez nagyon jó. Tehát, hogyha ezek az augusztusi megemlékezések, illetve ezek a szertartás játékok túl a mindennapi ember gondolkodását egy kicsit fölébresztő, vagy az érdeklődését felébresztő ambíción túl, hogyha a fiatalokat egy kicsit motiválja, hogy a történelmi múltba jobban elmélyedjenek, vagy egyáltalán valami érdeklődést keltsünk bennük, akkor szerintem már nagyon komoly küldetést tudunk teljesíteni, mert hiszen a mai felgyorsult világban, amikor egy-egy kattintással az interneten pillanatok alatt utána lehet nézni adatoknak, információknak, történelmi eseményeknek, részletesen lehet olvasni digitalizált régi feljegyzéseket, és így tovább. Mégiscsak szükség van és egyedül csak a színház által biztosított közösségi élményre, hogy ezen keresztül, hogy is mondjam csak, befogadhatóbbá és színesebbé tegyük az emberek számára, azt ez egyébként nagyon száraz, vagy pedig éppen csak adatsorokat felhalmozó, internet által hozzáférhető adattömeget, amit a történetírás felhalmoz. Ez biztos, hogy mint színházi eszköz, ez a közösségi élmény. Ugye ez jó esetben minden előadáson tudjuk, hogy mi történik, mi lesz majd a vége, de hogy jutunk el odáig, ezt a kíváncsiságot kell nekünk ébren tartani a nézőben, és ez lesz talán idén is az a kihívás számunkra, ezt a kíváncsiságot valahogy ébren tartani és fölcsigázni a nézőkben, hogy na, Harmadik Bélából, akivel ilyen mostohán bánik a történetírás, vagy hát ugye a nyugalmi időszak, az aranykor, és ezzel el van intézve, mert hát igazi minden nagy rendben volt. Igen, minden rendben volt, hogy na ezt hogy fogják megfogalmazni idén augusztusban Fehérváron, szerintem ez éppen elég kihívás. Hogyha már a kihívást említette, mondjuk a nagy grandiózus színpad is gondolom, hogy kihívást jelent, hogy milyen eszközeket tud felvonultatni a színész a játéka közben. Nyilván vannak a nagy kivetítők, a filmes eszközök, de gondolom, hogy ez sem mellékes. Nekem ebben nincs tapasztalatom. Néhány szabadtéri színpadon játszottam már, ennél nagyobban is, kisebben is. Szerintem, hogyha ezek a technikai segédeszközök, a hang, a kép, egyáltalán a mai ingergazdag közegben egy újfajta megközelítést és eszközöket is felvonultató színi előadás, vagy pedig nevezzük ezt mégiscsak ezért egy szertartás játéknak. Tehát ezen belül az, hogy milyen karakterű lesz Harmadik Béla, de hát erre most itt még nagyon korai lenne válaszolni, de én mindenképpen azt tartom fontosnak és célomnak, hogy az egyszerűségében, az elszántságában, a tisztaságában, és hogy is mondjam, csak a következetességében
mutassam majd meg, vagy érvényesítsem az ő személyes hitelét. A hitelességet, hogyha már említette, az mindenképpen erőssége az egész szertartás játéknak, hogy gyakorlatilag mindez ott történik, ahol annak idején is történt a Nemzeti Emlékhelyen, az egykori koronázó bazilikában. Hát igen, ezt szerintem a mai ember föl sem tudja fogni, hogy ez a Nagyboldogasszony koronázó bazilika, hogy ez mekkora lehetett. Szóval nagyon nehéz a mai embernek elképzelni, hogy ez milyen grandiózus volt. És hát ugye az igazsághoz hozzátartozik, hogy harmadik Béla és feleségének földi maradványait ugye itt tárták föl 1848-ban, tehát itt találták meg, és került aztán a Mátyás templomba. Amint hallom, Fehérvár nagyon sokat dolgozik a város, hogy harmadik Béla visszakerüljön koronázó helyére és végső nyughelyére, Fehérvárra. De hát ez egy másik kérdés, ez gondolom a következő évtizedek kérdése. Tehát, hogy ugye ez a hitelesség, hogy a hely szellemet természetes, mindannyiunkat kötelez, hogy Fehérvár ugye Magyarország koronázó fővárosa, és hogy ez itt a legjobb helyen van, és a leghitelesebb helyen kerül sor ezekre a koronázási szertartási játékokra. Még nem tudom rám, milyen hatással lesz majd a hely, az majd kiderül a próbák során, de azt hiszem, hogy nem sok időm lesz ezen gondolkozni, mert éppen elég feladatom lesz az előadásban. Bizonyára mozgalmas időszak lesz majd az elkövetkező néhány hét, hiszen itt az utolsó héten aztán tényleg reggeltől estig zajlanak majd a próbák kint a Nemzeti Emlékhelyen. Végezetül egy kérdést engedjen meg, hiszen most már jó néhány éve hazatért ősei városába. Hogy érzi itt magát? Én Fehérváron mindig jól éreztem magam. Akkor is, amikor vendégként jöttem ide, az ide szerződésem előtti időszakokban más pesti színházakkal sokat vendégszerepeltem itt még a régi épületben. Aztán 11 évvel ezelőtt az új épület, az átépített színház ünnepi megnyitójának nyitó előadásában is főszerepet játszottam. Tehát élnek itt még rokonaim Székesfehérváron. Én ide tulajdonképpen hazajövök és otthonosan mozgok. Nagyon, nagyon örültem néhány évvel ezelőtt, amikor a Deák Múzeumban felfedeztem egy fotókiállítást, a székesfehérvári fotóműhelyek, illetve fényképészek által összegyűjtött és rendszerezett fotókiállítást hoztak létre itt, és hát ugye a dédnagyapámat, mint az iparkamarai testület egyik elnök helyettesét ott megláttam, hát azért az elég szívmelengető. Még akkor is, hogyha sajnos a modern kor követelményei az akkori Tolnai utcát ugye földeltették egyenlővé, és egy elég ronda lakótelep készült a helyére, és ugye ott a buszpályaudvar fejlesztése is kikövetelte magának a modernizációt. De azért mégiscsak a piac térből ott azért valamennyi még látszik, a Tolnai utca elejéből még valamennyi látszik, de természetesen a Tolnai utca patak felé eső vége az már nincs, ahol a dédszüleimnek a kocsigyártó, hintógyártó üzeme volt, illetve a megykó ükeimnek a bőrös cserző üzeme, műhelye, pontosabban ugye a patak ahhoz első végén a Tolnai utcában. Szóval ezek ilyen személyes dolgok, és jó, hát hogy is mondjam csak, jó itt így kiruccanni. De hát az igazi életterem az mégsem itt van, tehát
mégiscsak én itt a színházban ugye 5. éve itt vagyok szerződésben, és a munkám köt ide elsősorban. Ez csak ilyen magánéleti finomság, hogy a hirtling őseim éppenséggel pont innen valósiak, és a nagyapám innen Fehérvárról származott el Soroksára. Én köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, Paletta Kultúra és Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Számítok akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra!